Még mindig nagyon nagy dolog számomra, hogy ezt sikerült elérnünk, és csak a jövőbe tudok tekinteni, és remélem, hogy jövőre is ugyanígy fog sikerülni. Mindenki nagyon örült neki, és gratuláltak, és nagyon jó érzés volt, hogy tudom, hogy mennyien szurkoltak és nézték. Nagyon örültem neki, mert minden utánpótlás világverseny érem és győzelem az hatalmas büszkeség a klubnak. Különösen jó érzés, hogy Diana ebben a sportágban ért el ilyen hatalmas sikert, hiszen nekünk nagyon fontos azt mutatni, mint a magyar korcsolya sportnak, mint a Ferencvárosnak, hogy a két olimpiai bajnok távozása után is van élet, hogy így fogalmazzak ebben a sportágban. Tehát a rövid pályás gyors korcsolya él, dolgozik és sikeres. Most van egy hónapos, 3-4 hét pihenünk, ahol majdnem teljes leállásban vagyunk, de nekem volt egy ilyen térsérülésem, szóval én gyógytornát szoktam csinálni, és utána kezdjük újra ugye az alapozást, ahol általában biciklizni szoktunk, állóképességre szoktunk edzeni, sok futás, bicikli és imitáció. Számomra ez a legjobb érzés a világon igazából, én nagyon örülök, hogy a Fradinál lehetek, és egyszerűen ezt az otthonomnak tekintem.